Ami számomra a legnagyobb csoda, az az, hogy ugye mindig próbáljuk meghatározni a dolgokat, hogy ezt így fogom csinálni, ezt úgy fogom csinálni, ezt tudom, ezt nem tudom. És tudod mi a nagyon-nagyon izgalmas, hogy amikor leülök valakit érzékelni, akit soha nem láttam, egyáltalán nem ismerem, csak a nevét tudom meg, egy fotót látok róla, és hogy mindig ott van az információ. Hogy lehet azt definiálni, amit én most csinálok, és egyáltalán mi az, és hogy lehet azt kitenni a világba? És ehhez viszont már bátorság kell. Ugye egyre jobban foglalkoztatott engem ez a dolog, és lassanként megengedtem, hogy egy transformáció történjen a saját definíciómban, és akkor lett ugye 50-50, hogy jó, akkor képzőművész és energiaérzékelő, és mostanra kitolta ez az energiaérzékelő, ez a tisztán érzékelés a másikat a helyéről, és most már ez adja meg az életemnek az irányát. És amikor elkezdtem érzékelni, akkor az egy fú, az aztán tényleg egy másfajta látás, ugye az érzékelés, az is egy látás, amikor a dolgok mögé nézünk, mert ugye az energia az a primer kategória, az az elsődleges kategória. Önmagamban érzékeltem a másik szemét, és ahogy mondtam, a csakrákon keresztül főleg, később az aura rétegeket is tudom érzékelni. Tehát önmagamban érzékeltem azt, hogy a másik személynek milyen az energetikája. Olyan ez az érzékelés, mindig azt szoktam mondani, mint egy mobiltelefon. Szóval, hogy az egy készülék, és hogyha van adás, akkor befogja. Ha le van kapcsolva, akkor nem. Amikor például valaki párkapcsolati problémával fordul hozzám, akkor ugye a pár, két ember nem fér be egyszerre, szoktam mondani, akkor kivetítem a két embernek az energiáját magam elé, és ott viszont teljesen vizuálisan, grafikusan megjelenik előttem, hogy milyen energia, kötések, kapcsolódások vannak. Az az energiaérzékelés alapja, hogy ne az anyagra fókuszáljunk, hanem a térre. Hogy az, hogy mikor, hogyan érezzük magunkat, az azon múlik, hogy melyik részünkhöz kapcsolódunk. Mert mindig minden ott van.